Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, én Dél vagyok. Én pedig Kaci. És ez itt a Fun with Geeks. Amint ezt valószínűleg sokan tudjátok, kint leszünk a Play-en, nem csak szervezőként, hanem kiállítóként is. Lesz egy kis Fun with Geeks standunk, aminek a programját hetek óta. Hetek óta gondolkozunk rajta, több koncepció született, és próbáltuk megtalálni azt, ami a legfun with geeksebb az összes közül, és mi fun with geeksebb, mint a Monopoly? Mi? Nem úgy értem, más... de nem úgy értem. Aha, aha. Nem úgy értem, máshogy értem. Máshogy. Monopolit fogunk fejleszteni közösen. Ti és mi együtt. Na de hogyan zajlik ez, Kaci, egész pontosan? Ugye, amellett, hogy lesz egy kis standunk, ahol kiválogattuk a legszarabb monopolikat, amikhez le lehet ülni játszani, Hogy ihletet merítsetek ahhoz, hogy hogyan is nézzen ki a Fun with Geeks Monopoly, amit egyébként Kocipolinak hívunk. Egyetlen egy szabály lesz, egészen addig csalhatsz, ameddig a többiek észre nem veszik. Hogyan fogjuk mi ezt együtt csinálni? Nagyon egyszerű. Természetesen szeretnénk mi ezt összekötni egy adománygyűjtéssel, ugyanis a Play-it nagyon kedvesen a rendezvény előtt, közben és után a végtag hiányos gyerekeknek gyűjt majd adományokat, és ebből szeretnénk mi is kivenni a részünket, úgyhogy kitaláltuk, hogy azok az emberek, akik a helyszínen, a jófejség.hu standján adományoznak, azok részt vehetnek a Fun with Geeks saját monopóliának a fejlesztésében. Hogyan is zajlik ez a fejlesztés? Viszünk majd egy... hát nevezzük színezőnek. Mi is hívhatjuk színezőnek. Tulajdonképpen. Reméljük, hogy tudtok a vonalon belül maradni. Szóval ki fogunk vinni egy üres monopóli táblát, és azok, akik adományoznak a jó úgy érdekében, azok tölthetik majd meg ezt mindenféle izgalmas dolgokkal. Például ugye nem lesznek elnevezve benne a helyszínek, úgyhogy ti találhatjátok ki, hogy egy-egy mezőnek mi legyen a neve. Emellett ti írhatjátok meg a kártyákat, hogy milyen kincskártyák legyenek, milyen chance-kártyák legyenek. Ti találhatjátok ki, hogy mennyit kell fizetnie valakinek, aki felhúzza azt a kártyát, vagy mennyit kell előre vagy hátra lépnie. De az a helyzet, hogy én bízom a közösségünknek a kreativitásában, meg mindenkinek a kreativitásában, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas játék lesz. Emellett igazából az egész stand egy ilyen arts and crafts, egy ilyen kis szakkör-szerű dolog lesz, ugyanis viszünk kis bábukat, amiket ti magatok festhettek majd ki, és ezekkel fogunk majd játszani. Illetve mindenki, aki adományoz, egy green screen előtt fotózkodik majd, és amikor elkészül ez a board, elkészül maga a tábla, akkor mi Photoshopban minden adományozót rá fogunk rakni erre a táblára, és így fogjuk kinyomtatni. És aztán természetesen elkerülhetetlen, hogy egy livestreamben ki is próbáljuk ezt a játékot. Azt hittem, felgyújtjuk. Kipróbáljuk, nem felgyújtjuk. Ez mindig összezavarodik a fejében. Ki fogjuk próbálni. Emlékeztek a múltkori Monopoly streamünkre, az is nagyon jól sikerült. De ezt most tényleg ki fogjuk próbálni. Ez lesz az első és utolsó alkalom, hogy Monopoly van a csatornán. És hogyha valaha Monopoly lesz a csatornán, akkor szeretnénk, hogyha azt a nem közepesen kedves közösségünk rakta volna össze. Úgyhogy arra biztatom mindenkit, hogy keresétek föl a Fun with Geeks standját az F csarnokban. Ott leszünk valahol középtájon, nem leszünk nagyon eldugva. Ha más nem, akkor a nagy zöld vászorról. A nagy zöld vászor. Megismeritek majd. Meg ott lesz nyilván egy csomó Monopoly, úgyhogy ott lesz a legnagyobb tömeg. És akkor gyertek, adományozzatok, és rakjátok össze velünk együtt ezt a monopolit.
Tudom, hogy most a közösség fele gyűlöl minket, a másik fele pedig így magában mosolyog, de hát nem erről szól a csatorna egyébként is. Szóval ne felejtsétek el, június 1-én, szombaton, budapesti Play-t a Hungexpon, hamarosan május 30-án lesz egy livestream nálunk, ahol lehet nyerni jegyeket is majd a rendezvényre. Nagyon reméljük, hogy minél többetekkel találkozunk majd, minél többen adományoztok majd, segítsünk együtt, szórakozzunk, csináljunk fasza vicces dolgokat együtt, mert erről szól ez a csatorna valójában. Bizony, bizony, és nyilvánvalóan nem csak mi leszünk ott az F-csarnokban, hanem csomó mindenki más is. Ha erre vagytok kíváncsiak, akkor azt egy másik videóban elmeséltük, úgyhogy a leírásban megtaláljátok ennek a linkjét is. Tényleg gamerbároktól kezdve, játékfejlesztőkön keresztül, videójátékfejlesztőkön át, egészen a kiadókig, forgalmazókig, úgyhogy lehet mindenki játszani, játékot venni, kipróbálni szerepjátékot, megnézni híres embereket, és a többi, és a többi. Jó mondja. Nagyon szépen köszönjük a szexi patronjainknak, hogy életben tartják ezt a csatornát. Ha te is szeretnéd támogatni a Fun with Geeks, akkor azt a leírásban lévő linken keresztül megteheted.